Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy heti jóslás február 4-éig. Hétfő. A hétfői nap felett a hold uralkodik. Ezen a napon a hold eléri a pályáján azt a pontot, ami legmesszebb van a földünktől. Ez a pont tulajdonképpen egy Lilith energiamező, és ez aktiválja nálunk a vágyakat, az álmokat, az elképzeléseket, de mivel nagyon messze van a Földtől, ezen a napon úgy érezzük, hogy ez elérhetetlen. Vagy az is lehet, hogy mások befolyásolnak bennünket, és azt mondják, ne álmodozz annyit, ebből úgy sem lesz semmi. Tehát hajlamosak vagyunk arra, hogy feladjuk az álmainkat és az elképzeléseinket. Ezen a napon a hold uralkodik, és megnézzük, hogy mit mutat a kártya. Ez passzol ehhez a Lilith energiához, hiszen ez a medve jelenti az erőt, és ezzel az erővel be tudod bizonyítani magadat, vagy jelenti a belső erőt is, a hitet. Tehát erősítsd a hitedet ezen a napon, hogy mindaz, amit elképzelsz, az megvalósul. A keddi napon Mars bolygó uralkodik, és ez itt látható. Mi várható kedden? Itt látható ez a könyv. Lehet, hogy veszel egy könyvet, vagy valaki ajándékoz neked egy könyvet, vagy olvasol egy könyvet, ami nagyon tetszik neked. A könyv jelentheti a tudást, vagy a továbbképzést is. Amit a könyv még szimbolikusan jelenthet, az az ő zárkozottsága, vagy azt, hogy valaki eltitkol előled valamit. A szerdai nap itt látható, és szerdán Merkur bolygó uralkodik. Ezen a napon a hold eléri a hold csomót. Két út a lefele mozgó kármikus csomót. És ez a lefele mozgó kármikus csomó utal a múltra, az érzelmekre. Vagy jelentheti azt is, hogy befele fordulsz, ez lehet egy spirituális terület is. Mivel itt a kármikus csomóról van szó, itt vannak most kármikus témák, és ez összefügg a múlttal. Ez lehet az is, amit átéltünk a korábbi életünkben. Megnézzük, hogy mit mutat a kártya. A hajó jelenti a reményt, itt érzelmekről, a múltról van szó. A remény megvan, hogy ő is kimutatja az érzelmeit. A hajó jelenthet egy utazást vagy külföldi kapcsolatokat. Lehet, hogy útban van hozzád, vagy ő sokat utazik, vagy külföldön él. Persze ez az út lehet egy közös életút tervezése is, vagy egy belső út, egy lelki kapcsolat. A csütörtöki napon Jupiter bolygó uralkodik, az itt látható. A felhő az azt jelenti, hogy csütörtökön valami még átláthatatlan, így tisztázni kell bizonyos dolgokat. Ez a felhő jelenti az időt is, mégpedig fél évet, hogy valami vagy valaki visszatér hozzád csütörtökön, amit te fél évvel ezelőtt átéltél. Ez a fél év lehet a jövő is, vannak tervek,
és az fél éven belül megvalósítható. Jelenleg még nehéz, hiszen valamit még tisztázni kell. A pénteki napon Vénusz bolygó uralkodik. Itt van a hold. Ez jelentheti az anyukát, vagy az anyai érzelmeket. A hold jelenti az éjszakát is, az álmokat, a vágyakat, az elképzeléseket, vagy hogy valaki álmodozik rólad, gondol rád. A szombati napon Szaturnusz bolygó uralkodik, itt van a szerencse. Lesz egy szerencsés fordulat, és az kihat a sors utadra, hiszen Szaturnusz bolygó az a sors bolygója. Itt középen a nap szimbóluma látható, és a nap uralkodik vasárnap felett. Itt látható a park, jelenti a nyilvánosságot, lehet, hogy kimozdulsz, vagy találkozol valakivel a nyilvánosságon. Jelenti az elismeréseket is, hogy mások észrevesznek téged, megbecsülnek téged. És ez volt a heti jóslás. És amit még megemlítenék, hogy nagyon örülnék annak, ha írnátok valamit a kommentárba, vagy ha tetszett a videó, akkor lájkeljétek. Köszönöm szépen! És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!